Óriási csatogás a háttérben, tulajdonképpen nem is tudom, hogy most ez egy asztalos műhely, vagy pedig itt éppen a disznó dolgozzák. Lehetne akár asztalos műhely is, hogyha nem lenne tele hússal, de tele van hússal, így hát nem asztalos, hanem épp hús dolgozunk föl. Milyen folyamatnál jár a Nyíregyházi Főiskola csapata? Ugye megperzseltük, felbontottuk, most épp a csontozás folyamata látszódik, amikor a húst leválasztjuk a csontjáról, előkészítjük darálásra a kolbászba. A höt és a hallgatók mennyire veszik ki a részüket a munkából? Hát szét kell nézni, kevésbé, de azért itt vannak. Azt kell mondani, hogy amúgy reggel 3 órától már a disznót kergetik. Nem, valójában úgy volt, hogy hallgatók fogtuk meg, húztuk ki, lőttük meg, szúrtuk meg, és húztuk ide. Tényleg te szúrtad meg? Tessék? Tényleg te szúrtad meg? Szúrtam meg, de fogtam a lábát. De ott voltál közvetlen közelben. Ott voltam, így van, és igazából mi 6 órára érkeztünk ide, azt hiszem, hogy 12-en. És úgy folyamatában érkeztek szülők, szüleink, barátaink, és úgy folyik a munka. Az ízesítésbe te mennyire tudsz beleszólni? Semennyire. Tehát akkor ez ahogy a... Nem, bele tudok szólni, csak nem jó, de így hát nem szólok bele. A Mangalica Hungaricum. Illik tudnom, mert magyar vagyok. Mátyás Szabolcs könyvéből többek között ez is kiderül. Na de ő honnan tudja? Igazából én mióta eszemet tudom, ha valami érdekes dolgot hallottam a szüleimtől, rádióban, tévében, akárhol, mindig felírtam egy füzetbe. És utóbbi van egy jó 10 éve tudatosan kezdtem ezeket gyűjtögetni, és utána nézek kicsit észesebben, felkeresem a szakértőket, hogy mi a véleményük róla, most a világháló nagyon nagy segítség, könyvtárakat bújom, és így összeáll mindig egy-egy könyv. De hát ismert a mondás, hogy a gyökértelen fának nincs virág, úgyhogy ha valaki nem ismeri a múltját, nincsen jelene és nincsen jövője sem. Kedves gyerekek! Következzen most egy rendhagyó böllérverseny történelem óra Tarci Gyulától, aki a kezdetek óta résztvevője a rendezvénynek. Kedves Gyula, hogy is volt ez? A kis majomból nagy majom lesz, a kismalacból disznó, a férfi az egyetlen csodálatos ember, hogy mind a kettőre képes, mire felnő. Ebből a kis rendezvényből nagy rendezvény lett. Azért emeltem meg a kalapomat, mert az első böllérversenyen egyikén, tényleg száncsengés volt még a napkori erdőben, ott nyomták ezt a fejembe, amikor egy ilyen bensőséges hangulatú, azt hiszem, hogy 40-50 fős rendezvény volt összesen, most meg 40 ezer fős. Döbbenetes a fejlődés, igazi megabuli lett, olyannyira, hogy a gasztronómiai rendezvények szövetségének elnöke ma itt már a szegedi és a bajai halászlé főzéshez, meg a csabai kolbásztöltéshez hasonlította. Hideg van, jó kedv van, és pontosan azt hozza vissza, ami kezd elmaradni, az együttlétet és a disznóvágás örömét, mint ünnepet. Egy hagyományőrző versenyről természetesen a 25 éves Igrice Néptánc Együttes sem hiányozhat. Naptárjukban hatalmas piros betűkkel van beírva: január, böllér verseny. Nagyon szívesen jövünk el mindig Miki felkérésére a Napkorona udvarházba. Mi külön az együttessel is szoktunk saját kis disznóvágást csinálni, általában itt Mikinél. Csak az együttes tagjai, szülők így összejövünk és levágunk egy disznót, aztán egész napos mulatozással a saját szórakoztatásunkra. Azért tartom nagyon jónak, hogy van egy ilyen böllérverseny, mert itt nagyon sok helyről, ugye nemzetközi tájról érkeznek a csapatok, a versenyzők, és mindenfélét meg lehet itt nézni. Hogyha kihozza valaki a gyerekét, ő végig tudja nézni, hogy éppen most itt így szúrták le a disznót, itt így perzselik. Ugye megtudhatják, hogy régen hogy perzselték szalmába a disznót, ugye nem volt még gázperzselő. Azért fontos, mert hagyományhoz kapcsolódik ez is. Abban már biztosan lehetünk, hogy a forfordances fiúknak a lába nagyon gyorsan jár, de mint ahogy a példa mutatja, a kezük is nagyon gyors, hiszen éppen húsdarálás közepette sikerült őket elkapnom. Szóval, hogy is működik ezt most? Hogy vagytok itt, mint húsdarálók, meg közben táncosok is egyben? Hát összekötöttük a kellemest a hasznossal, hiszen amikor
tudomást vettünk róla, hogy ez már a 8. nagyszabású rendezvény lesz itt Napkoron, akkor kapva kaptunk mi is az alkalmon, hiszen a hagyományokat őrizni kell, és nem csak a tánckultúrát, hanem igenis ezt a fajtáját is. Aztán hát beneveztünk, kaptunk egy kis malacot, és hát most jelenleg itt tart a munka, hogy ezt szépen le kell darálni a kolbászba. Nem akarok bántani titeket, de mintha egy kicsit le lennétek maradva a többiekhez képest, bár hozzá kell tenni, hogy azért nektek dolgotok is volt közben. Így van, de hát nálunk az alap elv az az, hogy jó munkához idő kell. Lehet a többiek már kész vannak, de a miénk lesz a legeslegfinomabb, majd meglátjátok. Mert mi lesz benne, mennyivel lesz a másabb, mi az, amivel ez több lesz, mint az átlag? Szívünket, lelkünket beletesszük, a titkos receptekről pedig sajnos nem adhatok bővebb információt. Itt azt mondtam, már titkos recepteknél járunk, akkor egy kicsit, ha jobbra fordulunk, akkor ismét csak egy táncos fiatalember tekintetünk meg, aki már valamilyen szinten túl van ezeken a dolgokon, tehát ez egy kis kalóriapótlás a tánc után? Hát én eddig ma még nem csináltam semmit, hanem csak ettem. De most már a fiúk engem is befogtak a munkába, úgyhogy én is majd lassan megyek. És ismét még egy tag került elő a háttérből. Mi van ott benne, mert onnan nagyon lelkesen és vidáman és mosolyogva, feltűnően széles vigyorral jöttél ki a sátorból, valamit osztogattok ott? Hát először is osztogatnak egy kis kaját, reggel óta itt dolgozunk, és a bőrön kívül nem sok mindent tettünk. Úgyhogy már most megsült egy kis hús, de igazából hát pálinkát osztogatnak nagyon-nagyon bent, úgyhogy, és olyat mi nem iszunk sose. Hát most egy picit, tehát csak egy nagyon kicsit. De mindenki nagyon mosolyog most már bent, mert nagyon nagy mulatozás megy. Énekelnek, dalolnak, már lassan szerintem táncolni is fognak, annyira jó a kérd. Az első, amit elkövettünk a disznó elemi után, ugye majdnem, hogy felbontottuk, ugye jól megperzseltük feketére, ahogy kellett, beleírtuk szépen, hogy for ezt, és körbe-körbe táncoltuk, ahogy kellett, úgyhogy megvolt a betáncolása a disznónak az együttesbe, és úgy együtt vele táncoltunk. Mondhatjuk azt, hogy most már a disznó az a részletekké vált. Hát igen, bevettük az együttesbe. Ha így folytatjuk, nem kell sokat híznunk ahhoz, hogy úgy nézzünk ki, mint szegény, de csak nem fogunk ilyen sorsa jutni. Miközben a színpadon egymást váltották a sztárvendégek, a tűzoltó csapata sem tétlenkedett. Mondhatni, égett a kezük alatt a munka. Tegnap pont szolgálva volt ez a csoport, aki itt van most mindannyiunkkal együtt. Az életeket mentettük és a javakat, volt baleset, tűz, minden. Hajnal 2 órától itt dolgoztunk, és most itt vagyunk ebben a nagyon jó környezetben. Ez egy ilyen hentes munka igazából. Ezt most nem lehet azt mondani, hogy a tűzoltóság az most jobban csinálja. Nem. Azért azt még tegyük hozzá, hogy a tűzoltók ilyenkor ugye oltanak évközben, de amikor ide eljönnek, az reméljük egy picit a saját szombjukat is tudják oltani. Oltjuk. És mivel oltjátok a szomjatokat? Szeretjük a pálinkát, de csak szabad napon. És most szabad napon? És most szabad napon. Mire volt a legnehezebb rávenni őket? Hát a vízhordásra. Na de sikerült azért egy kis vizet hozni. Megoldottuk meg. És mi volt az, amiben a legszívesebben részt vettek? A szomjoltásban mondjuk? Az nagyon. Itt vagyunk újra a bírisi villámkezőeknél, most igazából kiderül, hogy sikerült-e leghamarabb elkészíteni ők az ételeket, ami biztos, hogy itt már a tánc és a hangulat a tetőfokára hágott, és ahogy az ajtóban is látszik, itt mindig szívesen várnak minket, úgyhogy be is megyünk. Ide a rozsdás bökőt, pirisi villámkezőek, jöttük tulajdonképpen ellenőrizni a helyzetet, hogy sikerült-e tartaniuk azt, amit ígértek, tényleg a legelső között voltak készen? Hát én szerintem az biztos, mert amik a többit elnézem, azok még most töltik a, úgy látom, a kolbászt. Mi meg már megsütöttük, már egy részét el is adtuk, illetve hát elvitték a vendégek. Úgyhogy szerintem első között voltunk.